A gyanúsított még a bűncselekmény helyszínén sem tudott lemondani arról, hogy ne látogasson el egy közösségi oldalra. A KFT egyik számítógépén lépett be a virtuális térbe, és ez lett a veszte. Bejelentés érkezett a rendőrség tevékenység irányítási központjába, mert egy cibakházi KFT udvaráról május 4-én 6 óra és május 5-én 6 óra között bement egy ismeretlen személy. Egy cibakházi KFT udvarára ismeretlen személy bement, aki a pincelejáró ajtaját kiszakította, a főépület ablakát egy fakadállal betörte, az ablakon keresztül bement az ingatlanba, ahonnan szezes italokat és egy sárga párnahúzatot vitt magával. A bejelentést követően a rendőrök helyszíni szemlét tartottak, ami során azt tapasztalták, hogy az egyik számítógép bekapcsolva van. A nyomozók ellenőrizték a böngészési előzményeket, ami során megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy cibakházi lakos használta a közösségi oldalát, és ez a férfi semmilyen módon nem volt kapcsolatban hozható a KFT tevékenységével. A rendőrök elszámoltatták a 22 éves cibakházi felhasználót, akit bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogtak és előállítottak a tiszaföldvári rendőrösre. A férfi kihallgatása során beismerő vallomást tett, elmondta, hogy a szeszes italt megitta, a párnahúzatot pedig elégette. A Kunszentmártoni rendőrkapitányság lopás büntett elkövetése miatt folytat eljárást.